Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. 11 évvel ezelőtt alakult Szekszárdon a Spúrkerék Modellező Sportegyesület azzal a céllal, hogy megfelelő körülmények között, szervezett kereteken belül közös céllal tudják űzni ezt a technikai sportot. Fontosnak tartják, hogy újra felkarolják a rádiótávirányítású modellezést, hiszen Tolna megyében hosszú idő óta nem kapott elég teret és nyilvánosságot ez a szabadidősport. A Szekszárdi Spúrkerék Modellező Sportegyesület 2010-ben alakult néhány elhivatott technikai sportrajongó összefogásával. Az egyesület célja a rádiótávirányítású modellezés, mint verseny és szabadidősport, mint szélesebb körben történő bemutatása, a fiatalok szabad idejének hasznos eltöltése, a kezdő és profi modellezők segítése, támogatása. Fontosnak tartják, hogy a megyében hosszú idő után újra felkarolják ezt a sportágat. Kezdetben sok nehézséggel kellett megküzdeniük, mert nem volt alkalmas hely arra, hogy edzéseket vagy versenyeket szervezzenek. Én úgy döntöttünk, hogy szeretnénk egy nagyobb területet és egy olyan területet, ahol érdemes a beleölt pénzt, energiát és munkát hosszabb távon kamatoztatni, és megkerestem a szekszárdi városvezetést. Többszöri megkeresés után a sportközponttól kaptunk egy ilyen lehetőséget, hogy Szekszárdnak itt ez a nem használt, elég elhanyagolt területe, hogyha ez nekünk megfelel, akkor itt elkezdhetünk esetleg létrehozni valamit. Jelenleg ott tart a pálya, hogy még épülőben van, körülbelül 90%-os készültségben van a pálya. Ami még nagyon hiányzik az egyesületnek, egy rendes emelvény, ahol ezt a pályát be lehet látni, és megfelelő körülmények között biztonságosan be is lehet látni. Erre volt már több kezdeményezés is. Még mindig keresik a támogatókat, próbálunk egy olyan megoldást kialakítani, ami megfelel annak, hogy a Magyar Modellező Szövetség is elfogadja a pályát, és ha elfogadja, akkor egy magyar bajnokságot hozunk ide Szekszárdra. Jelenleg 28 főből áll az egyesület, de bárkit szívesen látnak, aki csatlakozni szeretne hozzájuk. Ahhoz tulajdonképpen, hogy bárki, vagy egy fiatal, vagy egy idősebb is nekiálljon és elkezdje ezt a modellezést, érdemes elkezdeni egy építőkészlettel, vagy ha komolyabban gondolja, ha esetleg egy egyszerűbb és egy olyan megoldást szeretné, hogy el szeretné dönteni, hogy tudja ezt csinálni, vagy tetszeni fog ez, vagy későbbiekben szeretné folytatni, akkor egy RTR, egy kezdőkészletet érdemes menni, amivel ki tud jönni ide a pályára, és el tudja kezdeni a modellezést, vagy kipróbálni egyáltalán, hogy tetszik-e neki. Ha tetszik, akkor semmi akadálya, az egyesület pont azért jött létre, hogy segítse a környékbeli modellezőknek a hobbis tevékenységét, és ebben mindent meg fogunk tenni, hogy itt Szekszárdon visszahozzuk azt a modellező életet, ami eddig is volt. A célok között szerepel az is, hogy megszólítsák azokat a fiatalokat, akik otthon ülve a számítógép előtt virtuálisan űzik ugyanazt, amit itt az egyesület keretein belül a szabad levegőn jó társaságban hasonló érdeklődésű emberek között tehetnének. Volt barátom, aki elkezdte, de nem voltak túl kitartóak, mert azért türelem is kell ez a sporthoz rendesen, de sok gyakorlással elég rendesen ott lehet lenni a top 10-be például. Legelőször 4 éves koromban jártam apukámmal versenyezni, akkor még nem nagyon tudtam vezetni, de már próbálgattam így versenyen kívül. Legelőször 6 éves koromban indultam el egy versenyen. Hát akkor még egy kicsit ilyen ügyetlenül, de már olyan 10 éves koromra körülbelül már olyan dobogós helyeim voltak. Fekete Róbert a fiával Biatorbágyról érkezett, hogy a szekszárdi pályán gyakorolhasson az autójával. Nagyon kevés pálya van az országban, ennek az oka, hogy a modellező közösség annyira nem nagy Magyarországon, és egy bizonyos régióban, hogyha nem tudnak összejönni legalább 5-10, akkor nincsen meg a megfelelő emberi erő és kedv ahhoz, hogy egy pályát fenntartsanak. Hiszen az, hogy megépítsenek egy pályát, az nem csak rengeteg pénz kell, hanem utána rengeteg kitartás is, hogy azt fenntartsák, hiszen a gyom meg a gaz az óriási ellenségünk. Egy ilyen színvonalú pályát összehozni az sok-sok-sok millió forint, és hát ez nem jött volna létre a helyi szekszárdi modellezők meg az Ede nélkül főleg. Bánki Ede azt is elmondta, hogy a téli időszakban a modellezők többsége szervizel és felkészíti az autóját a tavaszi megmérettetésekre, vagy pedig a terembajnokságokon vesznek részt.
sportcsarnokokba szőnyeges körülmények között, nem ezekkel az 1.8-as autókkal, egy kisebb 1.10-es méretűekkel, de akkor terembe vonul a modellezés. A hosszú távú tervekben szerepel a fiatal modellezők segítése egy szakkör jelleggel, minden évben a Magyar Bajnokság egy futamának megrendezése, és emellett egyesületi kupaversenyt és gyereknapot is szeretnének rendezni. Do60 néven sporták választott rendeztek a Szekszárdi Sportközpontban. Az esemény tematikája a torna alapjai köré épült. A szervezők célja az volt, hogy megnézzék iskolai körülmények között élménypedagógiai módszerekkel, hogy lehet a gyerekekkel megtanítani a torna alapjait. A rendezvényre harmadikos és negyedikes tanulókat vártak. A Magyar Diák Sportszövetség Do60 elnevezéssel létrehozott egy olyan programsorozatot, aminek a célja, hogy napi 60 percnyi aktív mozgásra ösztönözze a gyerekeket. A szövetség fontosnak tartja, hogy minél több rendezvényt és eseményt hozzon létre annak érdekében, hogy felállítsa a gyerekeket a számítógép elől, és beiktassa az életükbe a rendszeres testmozgást. A Szekszárdi Sportközpontban megrendezett sporták bemutató a torna tematikája köré épült. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen rendezvénynek lehetünk a házigazdái, ez a Do60 Diák Sportfesztivál. Ugye ennek voltak már korábban előzményei, a Sport legyen a tiéd, amit szintén a Magyar Diák Sport szervezett, és hát a regionális igazgatóság keres meg minket, hogy ilyen rendezvényt szeretne rendezni, és mi örömmel vagyunk a házigazdái ezeknek a rendezvényeknek, ahol a gyerekek új sportágakat vagy érdekes feladatokat próbálhatnak ki. Nagyon fontosnak tartom, mert torna az egy nagyon jó alap, tehát ez a Do60, ez most kimondottan a torna sportágról szól. Az egyik legjobb alap, amivel a gyerekeknek foglalkozni kéne, és meg kéne ismerkedni. Ügyességfejlesztés, hajlékonyság, egyensúly, és ezek az állomások, ahogy itt végignéztem, ezek mind erről szólnak, úgyhogy örülök neki, hogy az iskolák eljöttek és részt vettek ebben a programban. Farkas Szilárd, a Magyar Diák Sportszövetség pécsi regionális irodavezetője elmondta, azt szeretnék bemutatni a fesztiválok megrendezésével, hogy hogyan is lehet iskolai körülmények között élménypedagógiai módszerekkel megtanítani a különböző sportágak alapjait. 340 iskolát, közel 700 tanulót értek el ezzel a programmal. Szekszárdon vagyunk a sportcsarnokban, és Tolna megyei iskolákat kértünk fel erre a fesztiválra, hogy vegyenek részt, és 10 iskolából érkezik 200 tanuló két turnusban ide, 20 kilométeres körzetből, tehát Bonyhád, Tevel, Tolna, Szekszárd és stb. Településekről. Hát most éppen torna tematika, de ugye multisport, illetve sportág specifikus fesztiválokat is szervezünk. Itt most azért jött a torna, a tornát még nem próbáltuk ilyen fesztivál jelleggel, most ezt próbáljuk meg iskolai környezetben, és hát ezek a regionális fesztiválok pillanatnyilag 6 régióban valósulnak meg ebben a pillanatban, ebben a hónapban, és emellett még számtalan iskolai fesztivált szervezünk, és mindegyik fesztiválnak más-más tematikája van. A fesztivált harmadikos, negyedikes tanulóknak szervezték meg, akik nagyon élvezték a feladatokat. Igazából nekem tetszik. Minden jó egyelőre. Azt is mondták, hogy jól is teljesítettem. Annál a trambulinos résznél. Nekem egyelőre a... Amikor a szalagot kellett átugrani, az a magasugrásos dolog. Székmány Diana, a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola tanítónője elmondta, hogy hasznosnak tartja az ilyen jellegű rendezvényeket. Ő 20 gyerekkel érkezett a sportág bemutatóra. Kidolgozott tematikai egységre épül ugye az egész rendezvény, 10 állomásból áll, a tornára épül, a torna mozgásanyagára épül. Igyekeznek szerintem a torna minden egyes ágának a játékait belecsempészni ebbe a sportfesztiválba. Ezeknek a kezdeményezéseknek a célja az, hogy már kisiskolás korban, játékos formában megszeretessék a mozgást és belecsempészék a sportot a kicsik mindennapi életébe. Nem utolsó sorban a szülőknek, illetve a pedagógusoknak is segítséget nyújtanak, hogy a gyerekek igényeinek, testi-lelki adottságainak megfelelően válasszák ki azt a sportágat, amiben sikeresek lehetnek. A sportközpontban felállított állomások ezt a célt szolgálják, hiszen a gyerekek kipróbálhatják a torna különböző jellegű és különböző szereken végzett gyakorlatait. Szeptembertől tenisz szakosztálya bővült a Szekszárdi Sportközpont repertoárja.
Azzal a céllal hozták létre, hogy fellendítsék a tenisz életet a városban, és lehetőséget adjanak azoknak a 6 éven felüli fiataloknak, akiknek eddig nem volt lehetőségük ütőt ragadni, viszont szeretnék elsajátítani ezt a sportot, és a későbbiekben majd versenyeken megmérettetni magukat. A tenisz nem csak izgalmas és szórakoztató sport, hanem remek testedzés is. Számdala jótékony hatással van. Javítja a szem- és kézkoordinációt, ami főleg a fiatalkorban meghatározó, támogatja az immunrendszer működését, hozzájárul a fizikai állóképesség növeléséhez. Már a közkedvelt sport és szabadidős tevékenység lett. Megnőtt az amatőrök száma, minden korosztály űzheti. Szekszárdon a sportközpont kezdeményezésére hozták létre a tenisz szakosztályt azzal a céllal, hogy lehetőséget adjanak azoknak a 6 év alatti gyerekeknek, akik érdeklődnek a tenisz iránt, de még nem volt lehetőségük ütőt ragadni. Az edzéseket a jégcsarnok mögötti teniszpályán tartják, amit először elhanyagolt állapota miatt rendbe kellett tenni. Elején nagyon rossz állapot voltak a teniszpályáink, és ebből 3-at felújítottunk nyár elején. Tehát itt már igénybe tudták venni akár idősebbek, bárki, a fiatalok. Tehát tenisz alkalmasra tettük a pályákat. Most eddig ott tartunk, hogy tavaly előző hónaptól már szakosztályá váltunk, és az idei hónapban, tehát most októberben tenisz edzéseink is vannak, tehát jelentkezhetnek fiatalok, tehát teljesen kortól, nemtől, előképzettségtől függetlenül lehet jelentkezni hozzánk tenisz oktatásra. Szakács László hozzátette, hogy a szakosztály létrehozásának az is a célja, hogy utánpótlást biztosítsanak azzal, hogy lehetőséget adnak a fiataloknak a játék elsajátítására. Most egyre hétfővel tudtuk megindítani az edzéseinket. A legfőbb az, hogy nekünk, hogy minél több srác jön le fiatal, akik teniszeznek. Igazából én úgy gondolom, hogy ez az is lenne jobb, hogy a szexuális tenisz életet egy kicsit felelevenítsük, és hogy a fiatalok lejöjjenek teniszezni, mert elég kevesen fognak ütőt. Mindenhol, tehát akár legyen ez Facebook, internet, akár elmenjünk iskolákban is, próbaedzéseket tartunk, tehát hogy minél több fiatalhoz eljusson a teniszsportág, és hogy lejöjjenek mozogni. Versenyeket ebben a szezonban nem terveznek, viszont a későbbiekben szeretnék a gyerekeket megmérettetni. Versenyek egyelőre még nem lesz, mindenképp az a célunk, hogy hogy labdabiztosak legyenek, és hogy élvezzék magát a sportágat, és hogyha úgy alakul, akkor viszont a következő szezontól mindenképp szeretnénk mi is tornákat szervezni, tehát amatőr tornákat, és akár kisebb tornákra is eljutni, akár ilyen regionális versenyekre. Ezeknek majd azt szeretnénk a legfőbb célja lenni, hogy egy kicsit kipróbálják magukat, hogy milyen szinten vannak, és hogy mennyire megy a játék nekik. Ősztől tavaszig fedett pályán fognak majd az edzések. Tehát a téli edzésünket a sportcsarnokban oldjuk meg, minden adott hozzá, hogy ott is tudjunk ugyanolyan körülmények közt játszani, mintha itt kint lennénk, csak salak nincs. Tehát felszereltük teljesen úgy az egyik, a kettes a csarnokot, hogy tudjunk teniszezni, és ezáltal ugye ugyanazt az edzést meg tudjuk ott is tartani, mint itt kint, csak nincs salak a lábunk alatt. Egyelőre heti 2 edzés van minden kedden és csütörtökön, de bíznak abban, hogy minél többen csatlakoznak majd az oktatáshoz. Aliszka Darts néven új szakosztály indult a sportközpont támogatásával, azzal a célla, hogy újra kovácsolja a szekszárdi darts életet. Szombaton rendezték meg az Egyesület első házi versenyét, ahol 18 résztvevő állt a céltáblák elé. Nagy Sándor, a szakosztály elnöke elmondta, hogy jövőre szeretnének ott lenni az országos csapatbajnokságon, ligákon, és a saját versenyek lebonyolítása is szerepel a tervek között. A darts egy angol eredetű játék és sport, amelynek során apró nyilakkal dobnak egy kör alakú céltábla különböző méretű szektoraira. Általában pubokban és kocsmákban játsszák a világ minden részén. 2001 óta nyilvánították hivatalosan sporttá. Szekszárdon eddig is komoly darts élet folyt, de csak amatőr versenyek voltak és nem volt támogatói háttér. Aliszka Darts néven szeptembertől már szervezett keretek között játszhatnak és versenyezhetnek a játékosok. Adorján Ádám már 2015 óta űzi ezt a sportot és vesz részt versenyeken. 2015-ben kezdtük, akkor még a Sport DC-nél. Hajdú Tamás indította ezeket az edzéseket,
és akkor még egy székesfehérvári székelyi klubhoz tartoztunk, a Sport DC-hez, akikkel akkor nyertünk másodosztályt. Ezután a paksiakkal álltunk össze, 16-ban pedig harmadosztályban ezüstöt nyertünk. A Dorján Ádám azt is elmondta, hogy miért örül annak, hogy megalakult a szekszárdi dárt szakosztály. Igen, mert ez szétesett sajnos, és ezért keresett meg minket a Gergő, hogy ezt újraindítassuk. Ezért gondolta úgy a szekszárdi sportközpont szakmai vezetősége, hogy létrehoznak egy szakosztályt, ami szervezett keretek között támogatja a sportszerelmeseit. Az ötlet az úgy jött, hogy én már korábban is részt vettem amatőr dártversenyeken itt Szekszárdon, és láttam, hogy komoly darts élet van, viszont már akkor is, ahogy beszélgettem a vezetőkkel, az az információ jött vissza, hogy nincs összefogva ez a csapat. Viszont annyira szerették a darcot itt a fiatalok, hogy volt már itt magyar nemzeti fordulói szekszárdon. Sőt, volt olyan szekszárdi, illetve szerintem van is olyan szekszárdi játékos, aki részt vesz esetleg ilyen nemzeti fordulóba. És arra gondoltunk, hogy itt a sportközpont keretein belül egy szervezett csapatot létrehozunk. Ezzel segítve nekik a versenyre utazásba, a nevezésekbe, edzés lehetőségbe. Nagyon örülök, hogy mindenkinek tetszik ez a hely. És hát én is megméretem magam ezen az első házi versenyen. Nagy Sándor már évek óta részt vesz a szekszárdi darts életben, hiszen régebben már üzemeltetett egy szabadidősport egyesületet, ezért is gondolta a sportközpont szakmai vezetése azt, hogy felkéri az új szakosztály vezetésére. Várják a jelentkezését azoknak, akik érdeklődnek a darts iránt, vagy éppen egy szabadidős tevékenységet keresnek. Augusztusban beszélgettünk erről, szeptemberben meg is alakult, és most egy hónaposok vagyunk, és ezért mai napon meg is rendezzük az első házi versenyünket, amire 18 indulunk van. A 22 főből úgy gondolom, hogy aki el tudott jönni, többen ugye dolgoznak, hiszen szombatézni mégis van benne egy kis munkásság is, de a javarésze itt van az embereknek. Azt, amit a szakosztály vállal, az, hogy későbbiek folyamán mind versenyek rendezője, tehát liga és nemzeti bajnokságot is megrendezünk, és aki pedig országos versenyen szeretne menni, neki a versenyengedélyt kiváltja, a nevezési díját állja, és az odajutását és a hazajutását is vállalja. A legmagasabb kiszálló díját, vagyis a győzelmet jelentő dobássorozatot a Dorján Ádám teljesítette. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!